Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Ó, végre eljött közénk a Warframe, The Sacrifice. Igen, útközben rájöttem, hogy volt a Sacrifice. A Sacrifice azok mi voltunk, hogy ennyit kellett várni arra, hogy egy történet folytatást kapjunk. Továbbá olyan vége lett, hogy most komolyan várjuk újabb 3 évet arra, hogy folytatódjon a történet. Úgyhogy tényleg Sacrifice volt ez a történet a játékosok részéről. Na most, szólok előre, de büdös nagy spoiler alert következik. Szóval, hogyha nem játszottad ki a Sacrifice-t, illetve magad szeretnéd megtudni a történetet és azon összefüggéseit a Warframe lore történetével, akkor megeshet, hogy itt az ideje, hogy kikapcsold ezt a videót, mert hogy megpróbálom lerántani a leplet arról, hogy mi történt ebben a Cinematic Questben, továbbá, hogy milyen összefüggésekkel áll össze a Warframe lore történetével, úgyhogy tovább nagyon nem is húznám az időtöket, vágjunk is bele abba az apró kis egyszerű dologba, hogy hogyan kell elindítsd a questet, azt mindig elfelejtem elmondani. Szóval, ahhoz, hogy ezt a questet végig tud játszani, meg kell legyen a War Within quest csinálva, a Second Dream quest csinálva, a Hero quest csinálva, és az apostazi kis mini küldetés. Mind meg kell legyenek csinálva ahhoz, hogy el tud kezdeni ezt a küldetést. Na most, ha sikeresen oda elértél, kedves őrült arcok, akik spoilerekre vágynak, kövessenek, a továbbiakban, akik nem vágynak spoilerekre, hát azok szevasztok, örültem. Na, Kezdjük úgy, hogy megpróbálom felvázolni, hogy hogyan néz ki a történet, jó? Tehát van a történetnek egy bevezetése, utána ilyen két ágra szakad a történet, a vízióra, amit láthattunk a történet alatt, és a víziónak egy ilyen mellékszál története, ami az Orokin és Ballas, illetve a Sentientek kapcsolatára fog fókuszálni, és majd végül lehúzunk egy konklúziót a Tenonról, az Umbráról és a továbbiakban felmerülő történet folytatásról. Szóval nagyjából ez lesz a kép, igyekszem logikusra csinálni az egészet. Na szóval, honnan indul ez a történet? Ugye a bevezetésben, a kis videóban láthattuk azt, hogy valahol a Hold környékén, vagyis még a Földön, de nagyon látszott, olyan holdias volt az egész környezet, ott egy Umbra és Ordít egy nagyot megjelenik Ballas, és mondja ugye, hogy ordíthatsz, ameddig akarsz, de nem hozod őt vissza, úgyse hozod őt vissza. És megpróbálja ez a Warframe letámadni Ballast. Megjelenik egy Sentient, és úgy, ahogy van, fogja és hát elpusztítja ezt a Warframe-et, dalabraira lövi szét. Na, a vízió véget is ért, és mindez, ugye ez a vízió úgy történt meg, hogy hozzáértünk a Lotusnak a helmetéhez, ez azért itt van némi összefüggés. Hozzáérve a Lotus helmetéhez, megkaptuk ezt a víziót. Ugye mi kis kíváncsi tenók vagyunk, ezért elkezdünk nyomozni az ügybe, el is megyünk eme kis vízió helyszínére, és ott megtaláljuk, ugyebár a Warframe-nek, az Umbra Warframe-nek a maradványait, amit meg kell keresni, kicsit macera megtalálni az utolsó részt, az utolsó maradvány, de nem vészes. Le kell szkennelni a kardot, a 3 maradvány részt, és hát ugye közben pedig így fény derül arra, hogy ez egy Umbra volt, és saját akarattal rendelkezett, de valami probléma volt ezzel a Warframe-mel. Na szóval, visszamegyünk az űrhajónkra, és hát továbbiakban szeretnénk nyomozni ezzel az Umbra dologgal kapcsolatban. El is jutunk a következő helyszínre, ahol különböző ilyen, ugye, hogy is mondjam, rejtvényeken keresztül kell menni, semmi nagyon extra, ezt ti majd meg fogjátok csinálni, akik oda juttok. És miután megfejtitek ezeket a kis rejtvényeket, ha netán túl nehezek lennének, ne aggódjatok, Ordis megoldja nektek, hogyha túl sok időt telik el vele. Szóval, hogyha ezen túl vagytok, egy bizonyos szobában találtok egy aféle, hogy is mondjam, nagyon hiper-szuper tabletet, ami a Vitruvian névre hallgat. Na most ez tulajdonképpen ez a kis kütyűről kiderül, hogy az Umbrához kapcsolódnak, és ez a sok jel, amit benne láthatunk, az mind-mind egy adat információ, emlék morzsa, ami az Umbrához kapcsolódik. Na de, ugye ezt még nem tudjuk, elviszük ezt a cuccot Ordis ellenére,
elvisztük ezt a cuccot az űrhajónkba. Na de persze, előtte, mielőtt az űrhajóba elvinnénk, kapunk egy víziót tulajdonképpen, ami megszólal Ballas hangján, és felfed, illetve felfedne egy gyengeséget a Warframe-ekről. Tehát, hogy a Warframe-eknek van egy gyengeségük, és ott meg is szakad, tehát nem derül ki, hogy mi a gyengeség. Elviszük ezt a cuccot ugye az űrhajónkra, és ott berakjuk az űrhajónkba, és konkrétan Ordis ellenzésére ugye berakjuk mindezt, és hát Ordisnak a személyisége némileg átalakul, vagy éppenséggel átveszi a helyét valami másfajta cefalon, szóval a lényeg az, hogy átalakul, számomra sokkal szimpatikusabb személyiségé, hogy őszinte legyek, na mindegy, és ez az új személyiség már minket Star Child-nak hív, és felhívja a figyelmünket arra, hogy legyárthatjuk végre az Umbrát. Oda megyünk a Foundryhoz, legyártjuk az Umbrát, és amikor, és itt jön majd a lényeg, amikor megpróbáljuk az arzenálban átvenni az irányítást az Umbra felett, hopp, kiderül, hogy ez az Umbra igencsak önálló, és ugye megtámad minket. És hát konkrétan az operátor nem tud transferenszet, tehát nem tudja átvenni az irányítást az Umbra felett. Na szóval, és itt jön el az a pillanat, ahol kétfelé fogom szakítani a történetet, fogok beszélni, hogy mi történik a vízióban, és fogok beszélni, hogy mi történik a vízió mellett a történettel, Ballas, a Hunha és az Orokin egész mindenségével. De először rá fogok térni, hogy mi volt a vízióban, a teljes vízióban, nem csak szekciójában. Szóval, az Umbra megtámadja a Tenót, de végül a Tenónak a transferenszel sikerül egy pillanatra ugye az Umbra elméjébe férkőzni, és egy, hogy is mondjam, egy emlék darabot kap. És ebben az emlék darabban ott láthatjuk Ballast, és magát az Umbrát, mikor még ember volt, de ugye nagyon beteg, és az Umbrának a fiát, aki ott állt mellette. Na most ebből a questből kiderül, hogy Ballas megfertőzte az Umbrát, még emberként megfertőzte az infested vírussal, és szépen lassan alakult át Warframe-mé tulajdonképpen. Ugyanakkor Ballas kétféleképpen kommunikált ehhez a taghoz, aki ott feküdt az ágyban mozdulatlanul és szótlanul, egyszer telepatikusan és egyszer rendesen. Mindez jelképezve azt, hogy egy hogy is mondjam, Cérna szálon rángatja a fiát ennek a tagnak, és ő neki pedig mindig elmondta az igazat, hogy mit tervez, és végül pedig ugye eljutottak odáig, hogy az Umbra, amikor átalakul Umbrává, Warframe végül, meg fogja ölni a saját fiát, és ez ellen semmit nem fog tudni tenni, mert ugye valamilyen szinten, egy bizonyos szinten, egy kevés szinten ugye az orokiniak irányítással bírtak azért a saját fegyverük felett. Szóval ez lenne a történet. Az Umbra nem feltétlenül az első Warframe, de megeshet, hogy az elsők egyike, továbbá azon elsők egyike, amelyik azon képességgel bír, hogy saját akarata legyen. Szóval a történet, konkrétan ez a vízió, ezt a folyamatot reprezentálja, ahogyan átalakul Umbrává ez a Dex harcos tulajdonképpen, mert harcosok voltak, Dex harcosok, és átalakulnak tulajdonképpen Warframe, és ezt a víziót mutatta be. Az is kiderült, hogy ez a valaki, aki átalakult Umbrává, Ballasnak egy régi barátja volt, innen jön az Old Friend, és tulajdonképpen ebben a vízióban Ballas már a szentientek oldalán állt. Ennek is mind-mind megvan az oka. És röviden szólva, ez volt maga a vízió. Na most, a következő fontos dolog, itt fogok áttérni konkrétan arra, hogy hogyan kapcsolódik ez a vízió a Warframe lore történetéhez, és hogy mi derült ki számomra ebből a questből. Tehát ezt fogom nektek elmondani. Szóval ezen víziónak, ugyebár mindegyik
részlege után, minden kis apró részleg után kiderült egy-egy ilyen, hogy is mondjam, egy-egy ilyen kis memória, flashback arról, hogy Ballas hogyan árulta el az orokiniakat, átállt Hunha oldalára, és a többi. Szóval mindig, minden vízió után ugye volt egy ilyen kis szöveges rész, ahol megtudhattunk apró információkat a múltról tulajdonképpen, amik a jövőbe vezettek. Szóval most beszéljünk ezen részéről a dolgoknak. Szóval az első ilyen kis bekezdés mondjuk Ballasnak ilyen személyes naplójában az az enemy, vagyis ellenség névre hallgat, ahol Ballas felfedi nagyon röviden és nagyon egyszerűen azt, hogy a Warframe-eknek van egy apró gyengeségünk. De ugye, amint rányomunk a continue-ra, azzal ott együtt meg is szűnik ez a dolog és ez az információ morzsa. A soron következő bekezdés pedig a Blasphemy névre hallgat egy aféle átkozásra, ahol Ballas felfedi azt, hogy a szentientek lettek volna az orokiniak jövője, akik el kellett volna vigyék az orokiniakat az új csodálatos földre, mondhatni így, de viszont ugyebár a szentientek elárulták az orokiniakat, és ezáltal indult meg a harc az orokin és a szentientek között. Na most, hogyha nagyon lemaradtál volna a történetről, csináltam egy videót régebben a Warframe lore történetéről, és abban kiderül, hogy hogyan lettek a szentientek, hogyan alakultak meg, miért mentek oda, hova mentek, és most miért térnek vissza tulajdonképpen. Na, szóval azzal pedig ketchup, tehát Warframe története. Az a videó címe. Szóval ebben a bekezdésen konkrétan megtudhatjuk azt, hogy Ballas a szentienteket hibáztatja a háborúért, neki kellett volna tulajdonképpen megmenteniük az Orokin birodalmat azzal, hogy elküldték őket a Tau rendszerbe, vagyis hát ott kötöttek ki végül a szentienteket, és ott fejlődtek ki azzal, amivé manapság látjuk őket, és ja, azt kellett volna ilyen az ígéret földje tulajdonképpen az orokinnak, de helyette a szententek elárulták az orokinakat, és háborút indítottak ellenük. A következő bekezdés elég fontos, mert eddig soha nem kerültünk még ennyire közel ahhoz, hogy hogyan lettek a Warframe-ek, és mi történt az orokinnal, és hogyan fordultak a Warframe-ek a készítőik ellen. Na szóval. Egyik nagy, legnagyobb közreműködője ugye abban, hogy megalkossák a Warframe-eket, az maga Ballas volt. Hogyan indult ki az egész, ugye? A szentientek az orokiniak ellen fordultak. A probléma az ott volt, hogy az orokiniak azért nem tudtak sikeresen harcolni ellenük, mivel ugye a szentientek gond nélkül átvették az irányítást a gépeik felett. Ezért az orokiniak egy másik megoldás felé néztek, és megalkották az infested vírust, és a külső bolygókat, mint például az Eris akár, ezen a külső bolygók lettek nekik az infested, hogy is mondjam, az infested kertjeik. És fogták ezt a vírust, és tökéletesítették. És fogták az önként jelentkezőket, vagy éppen nem önként jelentkezőket, közülük a legjobbakat, itt gondolnak a magukra, a Dex harcosaikra, ha akarták, ha nem, megfertőzték őket ezzel az infested vírussal. Na most, amivel tökéletesítették ezt az infested vírust, illetve magát az átalakulást, az a Helmet volt. Na most Helmet ugye a infested szobában található, vagyis halljuk a hangját. Egyelőre Helmetről igazából csak annyit tudunk, hogy a hajónak a bio energetikájáért felelős, szóval a hajónak a bio funkcióit látja el, például azon segítséget, hogy te összeköttetésben tudj lenni a Warframe-eddel, szóval a hajón félig meddig él és virul, szóval megalkották Helmetet, és Helmet volt az, aki végül átsegítette ugye az embereket abba, hogy Warframe-ek legyenek. És akkor utána mondja Ballas, hogy tökéletesek lettek, és úgy tűnt, hogy az infested őrület nem fertőzte meg az elméjüket.
Csak úgy tűnt, úgy hittük, így mondja is Bálász. És mindezeket már Hunhao-nak meséli. Szóval úgy hitték, hogy a warframe-eket irányítani tudják. Ezért fogták is őket, és be is vetették a csatába. Tökéletes gyilkológépek voltak ideig, óráig, mert a warframe-ek úgy, ahogy voltak, fellázadtak a készítőik ellen, és ugye fogták és szépen le is mészárolták őket. És ekkor még hozzácsatolja Bálász, de Hunhao tudnod kell, hogy van egy titok, ami zárva van a előtted és a néped előtt, és a Voidról beszélek. Ezzel utalva Bálász arra, hogy a Voidban ott vannak a tenók, és elrejtve, legalábbis, ugye, ott vannak a tenók, és ezen tenók képesek irányítani a warframe-eket, de, és figyelmezteti is Hunhaut, hogy ne becsülje le ezeket a lényeket. A következő bekezdés is elég fontos, magukról a tenókról szól, és végül hogy kerültek kapcsolatba a warframe-ekkel, és ugye Bálász mondja Hunhaunak, hogy hát meg fogja adni a koordinátákat a Voidhoz, hogy hol vannak a tenók, és a történet itt csatol vissza a Vorvidinre tulajdonképpen. Na szóval, kezdjünk is bele, ugye mondja Bálász Hunhaunak, hogy végül a Voidban találták meg a megoldást. És a nagy horrorokat átélve megtartották az Arimanten Zero-nak, az űrhajónak, amit a Voidba küldtek anno, megtartották a túlélőit, és a gyerekeket, a tenókat tulajdonképpen, és ugye a Warframe Lord történetében mindazon lények, amelyek áthaladnak a Voidon, mint ahogy anno a Sentientek is tették, és az Orokinek is tették, tulajdonképpen megőrültek, és nagy horrorokon mentek keresztül, tulajdonképpen, de a tenók voltak, ezek a gyerekek voltak azok, akik ugye túl tudták élni azon horrorokat. Na szóval, és akkor ugye mondja Bálász, hogy végül megadom neked a koordinációkat, és ugye a tenók voltak a megoldás, összetudott kapcsolódni velük a testük és az elméjük, és hogy ne becsülje le Hunhao a tenókat, megadta a koordinációkat, és hozzátette, hogy azért ne becsülje le, mert a tenók véghez tudták vinni azt, amit ők, vagyis az orokiniak nem tudtak. Nos, erről szóltak ezek is apró szöveges bekezdések. Akkor most lassan rátérek a konklúzióra az egész történetnek, és ugye az utolsó fázisoknál, a víziókban, te mint tenó meg tudtál jelenni az Umbra Warframe víziójában, és elmondani neki, hogy nem az ő hibája, hogy megölte a saját fiát, hogy Bálász tette ezt vele, és együtt, Tenno és Umbra, meg tudnak ezzel küzdeni. Ezzel reprezentálva azt, hogy a Tennók valamiért, talán azért, mert maguk is nagy horror túlélői voltak a Voidban, egyesülni tudnak a Warframe elmével, és egy megkönnyebbülést hozva a Warframe-eknek. Na most, ugye, és miután ezt elmondja neki a Tenno, az Umbrának az elméjében találjuk magunkat, ahol az Umbra fiának a hangja szólal meg. Végig sétálunk az úton, és ugye egy megkönnyebbülést hozunk az Umbrának, aki ugye ott sírt összekuporodva egy sarokba, és megkönnyebbülést hozunk neki, és ezáltal az Umbra végül elfogadja azt, hogy egyesüljön a Tenno vele, vagyis mi, mint Tennók, egyesüljünk vele, és át tudjuk venni felette az irányítást, hogyha szükség. Na, és akkor szépen el is értünk a végére az egész történetnek, macskabugyi, ha elértetek idáig, szerintem kurva jó volt ebből a szempontból. Ha kérdésétek vannak, akkor kérlek a videó komment szekcióba tegyétek bele, és válaszolok rájuk videókban. Na szóval, elérünk ugye a történet végére, meg fogunk küzdeni Bálásszal.
Odaérünk a helyszínre, onnan indult az egész történet, ott vár minket Ballas, miközben a Tenno ugye kérdezi, hogy hol van a Lotus, mit csináltál vele, mondd el az igazat, és mindezt az Umbra Warframe-ben tesszük. És amikor rátámadnánk Ballasra, Ballas egyszerűen így megállítja az Umbrát tulajdonképpen, ezzel is reprezentálva az, hogy az orokinéaknak még mindig van némi kontrolljuk a Warframe-ek felett. Nem teljes, mivel hogy Ballas azon kapja magát, hogy az Umbrának a Nikonája bele van nyomatva, hát majdnem a hasába, mondhatni így, és még mielőtt ugye az Umbra hezitálna azon, hogy mit csinált, jesszus, megültem a mesterem című történet, akkor egyszerűen te, mint Tenno, kijössz belőle, és egy kicsit jobban beletolod a kardot, meg is csavarod, és boldog vagy, mert Ballas összeesik, és úgy néz ki, hogy a halálámban. És egyszer csak Chaps megjelenik egy csomó sentient, és egy fő sentient megjelenik közöttük, ránézel, és ki a pöcsöm az? Tetves Lotus, bazd meg. Számítottunk rá, igenis meg nem is, számítottunk rá, reméltük, hogy visszakapjuk a Lotus-t egy új formában, de nem feltétlenül sentient formában, de a sztoriban valahol mégis számítottunk erre. Tudtuk, hogy Nata, a.k.a. Lotus, az egy sentient, a Hunhao Questben ez mind kiderült. Szóval, ja, megjelenik a Lotus, és az operátor alig nézel, hogy what the actual fuck, tehát hogy mi történik, és akkor mondja Nata, hogy semmi, Ballas nem csinált velem semmit, ez vagyok én, ez az igazi formája a Lotusnak, és kapja be, fogja Ballast, és elhúz onnan, a rohadt murva élet, és ezzel ér véget a történet, és így a Tenno ordíz, és te is a képernyő előtt így ülsz, és így, mi a pöcsöm történt? És úristen, mi fog történni? További konklúzióhoz hozzájárulnak mindezek. Az, hogy a Lotus elhúzott, hova húzott el, nem tudjuk, de megesett, hogy a Tao rendszerbe, ahol a sentientek találhatóak. Megesett, hogy a jövőben mi is ellátogatunk a Tao rendszerbe, nem csak egy cinematic quest kapcsán, hanem magát a játékot is áthelyezik oda, már nem csak a mi naprendszerünk lesznek a dolgok. A kérdés ki fog majd derülni? Az Umbra Warframe-ek saját akarattal rendelkeznek, így aztán konkrétan, hogyha te kijössz transferrel a Warframe-ből, az Umbrából, így aztán az Umbra mellette tud harcolni, tehát nem egy helyben álló szobor lesz, mint ahogy eddig, hanem ő saját akarata melletted is tud harcolni, mint ahogy be is mutatták a pillanatban, amikor lelőtték volna Tennót, az Umbra odaugrott, és így elkapta onnan. Szóval ez kurva jó gameplay szempontból, ez rohadtul jó dolog. Hogy őszinte legyek. Képességekben hangyányit különböznek, armor ilyesmiben egy hangyányival jobbak lehetnek, nem tudom, hogy mennyi lesz belőlük, semmi hír nincs ez irányba, remélem csak ez az egy. Továbbá kaptunk még ugye az Exalted modokat is hozzájuk a Warframe-hez és a kardjához és a Warframe, tehát az Exalted Blade-hez magához is kaptunk, ami egy jó dolog, de ezt egy külön másik videóban fogom ezeket nektek bemutatni tulajdonképpen. Na, srácok, hát ez lett volna. Ezen apró dolgok. Végre egy összefüggést kaptunk a dolgokkal kapcsolatban. Végre megtudtuk, hogy mi az igazság, hogy hogyan fordultak a Warframe-ek az orokinak ellen, és a Tennók hogyan irányították, hogyan voltak képesek irányítani, és az, hogy egyes Warframe-ek, mint a például akár a Stalker és az Umbra is, ugye vissza tudták utasítani a Tenno kapcsolatot, és önálló akaratta rendelkeztek, és még mielőtt a Tennók átvették volna az irányítást a Warframe-ek felett, azelőtt a Warframe-ek ugye, hát tulajdonképpen mint egy ilyen cyber harci ruha az orokiniak irányítása alatt álltak, ugyanakkor saját akarattal rendelkeztek, és ők maguk a Warframe-ek gyilkolták le, és fordultak az orokiniak ellen, csak úgy, mint a sentientek. Szóval nem rossz történet, és akkor ugye a Tennók irányítások alá vették a legtöbb Warframe-et,
és onnantól nagyjából mostanáig már tudjuk a történetet. Kurva jó volt, kicsit rövid volt, de hát erre számítottunk, egy ingyenes játéktól ez több, mint csodálatos, azt hiszem. Úgyhogy, ja, ez tetszett, a történet jó és jó irányba halad, hogy őszinte legyek, és meglátjuk. Biztos nagyon sokat kell várni a következő questre, hogy kiderüljön, hogy mi az Isten van a Lotus-szal, mert a végén ugyebár a Lotus-nak a hangja se ellenségesnek nem tűnt, se semmire, inkább szomorúnak tűnt a Lotus, hogy visszakapta a szentient formáját, és hogy el kellett hagyjon minket. Nekem van egy olyan érzésem, hogy a Lotus most kettős játékot játszik. És valahol a Father oldalán van, de közben a mi oldalunkon is. Tehát ilyen kettős ügynököt játszik, és próbál ő maga is túlélni a szentientek világában, azt a látszatot keltve, hogy ő beteljesítette a küldetését, amit az apja rábízott. Meglátjuk, erről csináltunk egy külön videót, ha szeretnétek. Srácok, ennyi lett volna. Hát remélem eljutottatok idáig. Aki eljutott a végéig, írja már meg, hogy eljutottam a végéig. Köszönöm a figyelmet. Ha tetszett a videó, dobj egy lájkot. Discord szerverünk mindenki számára elérhető. Kérdéseket várom itt a videó komment szekcióban, vagy Facebookon. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!